Csácsúly csörtészt a csokolád és traktorkári körbe csatornán képül jelentkezik egy olyan videóval, amiben nincsen csatolmány. Na, ezt a poént nem fogom többet ellőni, de annyit elmondanék, hogy Bandika tök jól megfogalmazta azt, ami történik velem, meg a csatornával az utóbbi időben. Írt az egyik kommentbe, hogy tök ilyen retro feelingje van a csatornának, mint kb. Olyan 5 éve, amikor toltuk 1000-rel, és nem foglalkoztunk semmivel, csak toltam a videókat. Például nem foglalkoztam azzal, hogyha volt egy olyan sorozat, amit kevesebben néztek, akkor nem érdekelt, mint például most a Scrap Mechanic, hogy nem olyan sokan nézitek, de mégis én nagyon szeretek vele játszani, és úgy gondolom, hogy én szeretek játszani, és mindig is szerettem, akkor miért ne játszanék vele, és miért ne csinálnék róla a videót? Még hogyha 30-an nézik meg, akkor is szeretnék róla videót csinálni, mert nem nagyon tudok úgy játszani, hogy nem csinálok videót, mert igazából lehet, hogy elindítanám a felvételt, akkor is így magamba beszélnek, de miért beszélek erről? Honnan kanyarodtunk ide? Igen, Bandikától írta, hogy tök ilyen retro feelingje van ennek a csatornának most, ami régebben volt. És régebben nekünk volt egy rajzpályázatunk, és arra gondoltam, akkor csináljunk még egy rajzpályázatot, mert az előtt tök jól sikerült, egy csomóan küldtetek be rajzot, és tök jó hangulatú lett, meg igazából tök mindenki így meg tudta mutatni, hogy milyen elképzelése van a csatornával kapcsolatban, mi az, ami tetszik neki, meg poénos rajzok is érkeztek, meg tök realisztikus rajzok is érkeztek, szóval tök frankor, és akkor úgy gondoltuk, hogy találjuk ki még egy rajzpályázatot. A rajzpályázat annyiba fog módosulni, hogy nem sorsolni fogjuk a nyerteseket, hanem úgy gondoltam, hogy szavazásra fogjuk bocsájtani. És a szavazást azt úgy fogjuk majd megcsinálni, hogyha bejönnek a rajzok, akkor föl fogom rakni őket az Insta oldalamra az összeset egyszerre. Az egyszerre, tehát nem beérkezési sorrendben, hanem egyszerre fel fognak kerülni, és akkor meg az lesz, hogy amelyikre a több like érkezik, több szívecske érkezik, az fog nyerni, amelyikre a második legtöbb szívecske, az fog második lenni, a harmadik, meg harmadiknak fog befutni. Egyébként itt vannak a nyeremények. Az első helyen ugye egy kiporos póló lesz, fehér, egyébként Fruit of the Loom márkájú a mind a két póló, szóval nem ilyen nagyon rossz márka, aki ismeri, azt tudja, hogy nem. A második helyezett egy Csácsumi Csöltrészt a csokolád és traktorkerék pólót fog kapni, a harmadik helyezett pedig egy bögrét, egy keeperes bögrét fog nyerni. A rajzokat, azokat a keeperthetankukac@gmail.com-ra jöjjenek. Ne máshova, ne kommentben, ne linkelve, ne Facebookra, ne Instára. Oda. És akkor én fogom, beérkezik, mindig rakom egy mappába, és akkor hányadika van most? 20-a. Mondjuk akkor legyen szeptember 1-e, szeptember 1-e hajnali 00 óráig jöhetnek a rajzok, tehát akkor még 10 napon keresztül. Szóval 10 napon keresztül érkeznek a rajzok, azokat én össze fogom gyűjteni egy mapába, szeptember 1-én ki fogom rakni őket az összeset Instagramra, így, és akkor lehet szavazni, és akkor mondjuk a szavazás is legyen 10 napig, jó? És akkor szeptember 10-én meg fogjuk nézni, hogy ki nyerte gyakorlatilag a nyereményjátékot. És így egyébként követhetőbb is lesz, hogyha mindenki beküldi ugye a kis e-mail címre, mert akkor vissza tudok írni, meg látja ő is egyébként, hogy hogy áll a rajza, és akkor ott le tudom vele bonyolítani. Még egy csavart így bele vinnék ebbe, hogyha Zalán belül, vagy itt a közelbe lesz a nyertes valamelyik, akkor azt mindenképpen személyesen fogom neki elvinni, ha akarja persze, hogyha akarja látni a hülye fejét a képernek. Na jó, a gyerekek, akkor ennyi lenne. Rajzoljatok. Az a lényeg, hogy számítógéppel készített rajz ne legyen kézzel készített rajz. Jó, akkor ez nem fog játszani. Aki ilyen számítógépes grafika, meg ilyenek, azok ne játszanak, hanem inkább csak akkor a kézzel készített rajz. Természetesen azt én nem tudom befolyásolni, hogy ki rajzolja, hogy rajzolja, anyut segít, taput segít. Visszamész az idővel, és Picasso-val rajzoltatod meg a traktort. Igaz, akkor lehet, hogy egy kicsit furcsa lesz. De igen. Az a lényeg, kézzel rajzolt rajz, de jó, de nem úgy kell elküldeni, tudod, nem postán, lefotózod szépen, hogy jól látszon, és akkor elküldöd. Ugye nem biztos, hogy a legésleg realisztikusabb rajz fog nyerni, lehet, hogy azt fog nyerni, amelyik nagyon aranyos, vagy nagyon érdekes témát boncolgat, vagy nagyon-nagyon cuki rajz lesz. Értitek, hogy mire gondolok? Szóval nem biztos, hogy a legrealisztikusabb rajz, hanem a legérdekesebb, legkreatívabb. Na, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet! Szevasztok!